Itt fogok beszélni, mert nem igazán ülve, meg nem pulpituson szeretek előadni. Medgyessy Román Béla vagyok, az M a nevem előtt az M-et jelenti, Medgyessyt jelenti. A témával foglalkozom, tehát a magyar nemzetőrség történetét kutatom, és ebből szeretnék összeállítani egy rendhagyó történelmórát, építve arra, amit történelmórákon megtanultak. Már az elején is szeretném elmondani, lesz egy-két meglepetés. És azért már elnézést kérek a történelmi tanár nénitől vagy tanár bácsitól, ha esetleg nem biztos azt fogom mondani, amit ő mond. Mert van egy könyvük, amiből tanulnak, és van egy olyan kutatási terület, amely néha a könyvben leírtakat, hát nem mondom azt, hogy megmásítja, de egy kicsit más színbe fogja hozni őket. Ezért lesz néhány érdekes dolog, remélem, és remélem, hogy azt a 45 percet vagy 40 percet el tudjuk tölteni együtt mindnyájan. Hadd kezdjem azzal, hogy talán meglepő, hogy itt állok most itt előttetek, egy ilyen zsinóros felső részben, meg piros-fehér-zöld karszallaggal, de azt hiszem mindenki előtt világos, hogy én ebben vagyok. A előbb elhangzott urak, akik pedig beszéltek, ők pedig egyenruhában kitüntetésekkel vannak. Ennek az az oka, hogy én a első 1848-as nemzető ruhában vagyok, ők pedig a 956-os nemzetőrséghez hasonló, már újkori nemzetű ruhában vannak. Azt hiszem világos, hogy ezt a kettőt fogom most majd összehasonlítani, és ennek a történetét próbálom majd elmondani, úgyhogy azért élvezzük is, ami benne van. Hát akkor én azt mondom, hogy csapjunk is a közepébe, és akkor nézzük is meg, hogy mi is történt. Onnan kell elindulnom, hogy József napi vásár utolsó napján Budapesten, akkor abban az időben még Pesten és Budán, de pesti oldalon, a józsefnapi vásár végén, amikor már a paraszt emberek eladták, jobbágyoknak hívjuk, de nevezzük parasztnak, így tudják majd megérteni, eladták már az állataikat, amikor már megtöltekeztek borra, megtöltekeztek pálinkával, már csak azért is, mert zuhogott a havas eső, ronda egy idő volt, borzasztó ronda idő volt, és az emberek pedig esernyőt vittek magukkal, akiknek már volt. Akiknek nem volt, akik a vásárról jöttek, azok súbába álltak ott, vagy olyan öltözékben, amiről lepergett a víz. Hát, ha valaki eddig nem tudta volna, akkor most megmondom, hogy 848. március 15-éről van szó. Ezt is kevésbé hallottuk, mert rögtön azt hallottuk, hogy odaálltak Petőfiék a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, és ugye elmondták majd, amiről beszélni fogok. Nem teljesen így néz ki. Már csak azért sem, mert a Nemzeti Dal sem március 15-ére íródott, de akkor mondták el, ez így igaz. A vásárban nagyon sok vidékről feljött ember volt, és a forradalmi ifjúság Pesten, ugye ismerik a történetet, a Pilvaxból elindulnak, mennek a jurátusokhoz, az a jogászokhoz, az ügyvédképzőbe, majd onnan indulnak az orvosi egyetemre, majd onnan ki az utcára, felvonulnak, és természetesen viszik magukkal az esernyőket, ronda, havas eső esik, és hát az osztrák helyhatóság pedig nem tudja, hogy a esernyők alatt van-e fegyver, vagy nincs fegyver. Hát, hogy több ezer ember ott áll, nem lehet tudni, hogy valon alatta van-e puska, vagy nincsen puska, van-e pisztoly, vagy nincsen pisztoly, hiszen ha egyszer elmennek egy múzeumban, láthatják, hogy voltak olyan paraplék, így mondják franciául, esernyők, ezért hívják a forradalmat paraplés forradalomnak is, azaz esernyős forradalomnak,
Az esernyő nyelében puskát is el tudtak rejteni, tehát egyszerűen meghúzták a végét, és lehetett vele lőni. Ezért van az, hogy délutánra már, amikor Budára átvonulnak, akkor nem tud mit csinálni a helyhatóság, hanem megadja mindazt, amit követelnek tőle. Miért foszózom én ezt most föl? Azért, mert tulajdonképpen így kezdődik majd a nemzetőrség és a nemzetőrség fogalma. Hadd induljak el rögtön még az elején, és vissza fogok térni ide. A nemzetőr, azt hiszem mindenki előtt világos, egy nemzetnek azon részét jelenti, akik életüket tették fel arra, hogy megvédjék a nemzetet a külső behatásoktól, és rendet csináljanak az országban. Mindjárt látni fogják, a hadsereg kint van, nem? Nem emlékeznek rá? 80 huszár, haza kell nekik jönni. Hát az osztrákok hova vitték? Hova vitték a magyar fiúkat, a Hortobágyról a csikósokat, akik huszárok voltak? Különben a világ egyik legjobb, ha nem a huszárság, ezt tessenek erre büszkének lenni. Nem csak külsőleg nagyon szépen néztek ki a piros nadrágba, ugye János vitéz, mit érzett János a piros nadrágba, ugye? Hanem még arra is legyenek büszkék, hogyha egyszer majd nézni fogják a francia forradalom évfordulóját ünneplő párizsi tömeget, akkor a párizsi tömeg a katonai felvonulás elején, Uramisten, mit fognak látni? Huszárokat. És képzeljék el, hogy a francia huszárok ma, amikor felvonulnak július 4-én, ott van az elején, egy századnyi huszár. És tudják, mit énekelnek? Azt várná mindenki, hogy vagy a Marseille ezt éneklik, a francia himnusz, vagy valamit, a fenét. Egy magyar népdalt énekelnek. Mert a franciáknak egy Bersényi Miklós nevezetű magyar főúr csinálta meg a huszárságot, és hogy csavarjon egyet, egy magyar népdal tanított meg nekik, ezért a francia katonáknak meg kell tanulni magyarul legalábbis ezt a népdalt. Hát rondán éneklik, ez biztos, de csak magyar. Nos, visszatérve, hogy hadd lássák, tehát mindazok, akik kint vannak, azok nem jöhetnek haza majd a forradalom győzelme után. Tehát nincs hadsereg. De térjünk vissza, mi történik március 15-én. Március 15-én a Nemzeti Múzeum lépcsőjén úgy tudják, hogy Petőfi Sándor elszavalta a nemzeti dalt. Rabok legyünk, vagy szabadok. Tehát ugye előtte két nappal készítette ezt a verset, de most volt igazából, ahol el lehetett mondani ezt a verset. És hát sajnos nagyon sokan úgy tudják, hogy ezt Petőfi Sándorunk mondta el. Azért kell így mondanunk, mert Petőfi Sándor nem úgy nézett ki igazából, mint amit látnak majd a Petőfi szobrokon, hogy egy jó két méter magas, hatalmas termetű férfi, és így mutat így előre, ugye? Nem. Kis termetű volt, vékony volt, de nagy költő volt. És a évtizedek egymás utánisága magával hozta, hogy nagynak látták az emberek. Ugyanígy el kell mondanom most is, hogy Kossuth Lajosunk sem volt az a nagy ember, nem az a Arnold Schwarzenegger típusú, nem, egy kis ember volt, csak a szobrai nagyok. Ezt jó, ha így elmondjuk, mert ilyen nagy volt a jelentősége. Itt tehát nem mondta el Petőfi Sándorunk a nemzeti dalt, nem. Elhangzott, más mondta el, mert Petőfi a naplója szerint is máshol volt, de higgyük el, hogy így volt. A ilyen legendák azok mindig nagyon fontosak, és kellenek is az embereknek. Nem is tudnám elképzelni, hogy olyan festményben lenne, ahol nem Petőfi mondja a nemzeti dalt. De ami igazából megtörtént, hogy egy gesztenye szőke hajú, kékszemű, szép beszédű fiatal ember elmondta, felolvasta a 12 pontot. Ez a fiatal ember később nagyon nagy író lesz, már akkor is, de akkor, azután meg különösen, akit úgy hívnak, hogy Jókai Mór. Még csak annyit Jókai Mórról, de az utóbbi időben egyre többen felfedezik, hogy talán olyan képességekkel is rendelkezett az író, amiről nem is gondoltunk. Hadd mondjak egyet talán kicsit a figyelmüket elkapva.
Az egyik regényében szerepel egy ilyen, hogy majd eljön az idő, amikor majd én itthonról, írja a könyvben, a főhős mondja, én itthonról tudok beszélni a barátommal, aki 100 kilométerrel arrébb Komáromban van. Tessenek, csak 19. század. Hát hogy gondol? Hát mi volt ez, amire már Petőfi, illetve Jókai gondol? A telefon. Bizony, bizony. Sőt, már megjósolta a televíziót, megjósolta az elektromos repülőgépet, és a többi. Na, de ez egy másik kérdés, nem menjünk bele. Így ebben a 12 pontban szerepel egy negyedik pont. A negyedik pont pedig azt mondja, hogy önálló nemzetőrség létrehozása. Miért volt erre szükség, hogy a negyedik pontba tegyék bele, még megelőzve azt is, hogy unió Erdéllyel, és megelőzve mindent? Hát azért volt rá szükség, mert a forradalom létrejötte után nem volt biztonság, nem volt az országban biztonság, nem volt a külső ellenség ellen biztonság, tehát a nemzetnek meg kellett saját magát védeni. Itt csak mellékesen megjegyzem, nem véletlenül tettem ide a zsebembe, mert ugye tegnap ünnepeltük Szolnokon, tegnap előtt, de tegnap lett volna, a szolnoki, híres szolnoki csatát. Akik esetleg arra jártak, hallották volna, hogy hogyan lövik egymást az ágyuk a Tisza árterén, és hogyan jelennek meg a huszárok, meg a császáriak, mert lejátszották ezt a hagyomány özvöt, már 23 éve. Nos, ezt a jelvényt tették föl maguknak most is, és március 15-én is. Erre valaki azt mondja, hogy ezek szerint előtte nem volt ilyen? Nem. Nem. A mi zászlónk előtte nem piros-fehér-zöld színű zászlónk, és nem az van rajta, mint amit később ebben ráteszünk. A nemzet igazából 848-ban születik. Előtte még himnuszunk sem volt olyan, mint az, amit mi éneklünk, hanem előtte a Nagy Boldog Asszony Anyánk című vallási éneket énekelték, az volt a zászló, illetve a himnusz, és a zászlónk pedig vörös zászló volt, és rajta a Nagy Boldog Asszony, azaz Tűz Máriának a jelképe. Ezt csak úgy megemlítem, piros-fehér-zöld, ugye? Piros-fehér-zöld. Számolják csak ez hány szín ez? 1, 2, 3, azaz franciául, tri. És a szín franciául, color. És ez összeolvasva, tricolor. Ez bizony a magyar tricolor, azaz a magyar zászlónak a színe. Nem véletlen tehát, hogy majd a megalakuló nemzetőrség úgy fogja magát megkülönböztetni azoktól, akik nem nemzetőrök, hogy a karjukon piros-fehér-zöld szalagot fognak majd viselni. A festményeken látják a jobb kézen is, bal kézen is. Általában azért használták a bal kézen, mert a jobb kézzel a kardot fogták, akiknek volt. Ezt nem véletlenül mondom. És egy pillanatra hadd térjek vissza, az előbb elhangzott itt, hogy gróf Batthyány Lajos nemzetőr szövetség képviselői vannak most itt. Gróf Batthyány Lajos, gondolom jártak már itt történelmből, az első felelős magyar miniszterelnök, ugye? Mit is jelent az, hogy minek felelős? Az országgyűlésnek felelős miniszterelnök. És amikor megtámadják országunkat az osztrákok, akkor mit csinál gróf Batthyány? Lemond. És megmenti ez a megtorlástól október 6-án? Nem. Akkor jogosan vagy jogellenesen végezték ki? Jogellenesen végezték ki gróf Batthyány Lajost. Zárójelbe elmondanám, arisztokrata, az ország egyik legnagyobb földesura volt, aki mellé áll a szabadságtörekvések mellé, és ő lesz az első felelős magyar miniszterelnök. Sokan megszokták tőlem kérdezni, hogy miért nem Kossuth Lajos? Vagy mondjunk még itt politikus? Mondjunk Széchenyi István, gróf Széchenyi István. Így kéne őt mindig nevezni, hiszen ez a neve. Gróf Széchenyi István, Kossuth Lajosnak nincs ilyen, Kossuth Lajos köznemes, tehát ő Kossuth Lajos.
Csak így mellékesen megjegyzem, a ketten nem szerették egymást. A kis Kossuth, így mondták, és a nagy Széchenyi, aki nem volt nagy, ugyanolyan nagy volt, mint Kossuth, csak akkor egy kicsivel nagyobbnak tűnt, nem szerették egymást annyira, hogy amikor a Szolnoki pályaudvart átadják, az volt az ország második vasútvonala. Második vasútvonala, és az állomást, amikor átadták, amit indóháznak hívnak, ha arra járnak, nézzük meg a reptárt, az volt az. Az indóház. Akkor kérem, Széchenyit kérték meg, hogy adja át az indóházat, és Kossuth Lajos pedig megpróbálta félre nyomni Széchenyit, hogy ő mondja el az ünnepi beszédet. Erre a közönség annyira nem szerette, hogy egyszerűen kitapsolta Kossuthot, azaz nem engedte szóhoz jutni, csak Széchenyit. Na, ezek ilyen kis apró történetek, amelyek nem vonnak le semmit se belőle, csak hogy lássuk világosan. Na most Gróf Batthyány Lajos lesz a felelős miniszterelnök, és rögtön a 12 pontot megpróbálja megcsinálni. Negyedik pont, nemzeti őrsereg létrehozása. Gróf Batthyány április 20-án az áprilisi törvényekben már szentes, illetve le is írja, illetve el is fogadtatja a törvényt, amelybe a nemzeti őrsereget létrehozzák. Elmondom, hogy hogy néz ki. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki 20-tól 50 éves férfi, és van neki legalább 200 forintnyi vagyona, vagy egy jobbágy terke, az jelentkezhet nemzetőrnek. De lehet nem lovas nemzetőr, vagy gyalogos nemzetőr. De a lóról, a fegyverről, a ruháról neki kell gondoskodnia, a gyalogosnak pedig a ruháról és a fegyverről kell gondoskodnia. Hát ezzel csak az a baj, hogy nincsen fegyverünk sehol, az osztrákok elvittek mindent, hiszen nem is engedték, nehogy valami legyen Magyarországon ilyen. Ezért tehát nincs fegyver, kardok lennének, de hát a jobbágy nem viselhetett kardot, csak a nemes viselhetett kardot, tudják, amelyik a fogason lógott, ugye? A magyar nemesbe. Fogason losda marja. Tehát nem viselhetett, csak nemes ilyen kardot, ezért kevés volt. De a lelkesedés az óriási. Arra jött volna létre, hogy az országban a rendet fenntartsa, tehát legyen egy ilyen rendőrség, azaz egyfajta mindenféle káoszt és mindenfajta dolgot megszüntessenek. Ez lett volna az elképzelés. Boldogok is voltak. Mindenki akart menni, nagyon sokan is jelentkeztek. És akkor Batthyány Lajos pedig négy ilyen kerületi központot hozott létre, ahol ezeket a nemzetőröket megpróbálták egy kicsit katonássá varázsolni. Mert mondjuk egy jobbágy ember, aki életében nem látott fegyvert, hát az hogy harcoljon majd az osztrákok ellen? Mert mindjárt azt gondolják, hogy biztos, hogy sok harcos volt, és hogy elvitték az osztrákok ezeket a katonákat. Hát nem. Az osztrákok nem minden embert vittek el katonának. Az osztrákok elsősorban a huszárokat vitték el, kötéllel fogták őket. A kötéllel fogás azt jelentette, hogy ott iszogatnak este, mondjuk a kocsmába, bemegy a toborzó, ott eljárnak egy verbunkust, aztán majd ráveszi őket itt, hogy igyanak vele egy-egy felest, vagy egy icce bort. A csikós regény meg leült és iszogatott vele. Csak ám ettől a pillanattól kezdve megitta az áldomást. Mire itta meg az áldomást? Hogy katona lesz. És amikor azt mondta, hogy ő nem megy, akkor bizony összekötözték a kezét és elvitték. És hát egy ilyen kötéllel fogás, az 20 évet jelentett. 20 évet. Ha elvitték 18 éves korában, 38 éves korában, opsitosként hazaengedték. Mire hazament? Juliska már rég férhez ment, nem volt semmi, kapott egy opsitot, abból vett egy házat, megnősült és ott élt. Tehát ezek az emberek, a mi katonáink, azok kint vannak, akik értenek hozzá. Ők nem értenek. Ezért azt mondja Gróf Batthyány Lajos,
hogy vannak itt katonák, és megbízza őket, hogy faragjanak ezekből az emberekből katonákat. Ezért négy kerületi központot hoz létre. Ez a négy kerületi központ, ez Pápa, Dunántúlon, Vác, Szolnok és Arad. Ezen a négy helyen. Ide pedig ezekre a helyekre parancsnokokat nevez ki, akik majd ki fogják őket képezni. Mezőtúr a szolnoki kerülethez tartozik, és a szolnoki kerület élére pedig egy Görgei Artúr nevezetű 30 éves ezredest nevezett ki. És itt megállok egy kicsit. Azért érdekes a dolog, mert ugye Görgeiről már hallottak, ugye? Azt is tudják, vagy legalábbis sokan a mai napig is azt mondják, hogy Görgei Artúr áruló volt, elárulta a magyarságot, letette világosnál a fegyvert, és kiszolgáltatta Magyarországot az osztrákoknak. Na hát ebben nincs igazság, már csak azért nem, mert Görgei nem az osztrákoknak adta meg magát, hanem az oroszoknak, hogy megpricskázza egy kicsit az osztrákokat, mert az oroszok, ez úgy nézett ki, mintha csak a túlerő miatt adja meg magát. Görgeiről annyit hadd mondjak el, kicsit meg fognak lepődni. Görgei Artúr Európa egyik leghíresebb kémikusa. Képzeljék el! A Prágai Egyetemen egyetemi tanárként akarják alkalmazni. 30 éves korában. Még ma is van néhány olyan könyve, ami a Görgei Artúr nevet viseli, és a kémikusok a mai napig is legfontosabb dolognak tartják. Ugye milyen érdekes a dolog? Na most 30, elmegy aztán katonának, már újra, mert előtte is volt, onnan jött el, mert nem engedték, hogy megnősüljön, és elmegy katonának, 30 éves korában pedig jelentkezik most már a forradalmi hadseregbe katonának. Kérem, csak így zárójelben mondom, mert nem az a témám, de szeretném elmondani, hogy a Európa egyik legnagyobb hadvezérét tisztelhetjük Görgei Artúrba. Nem árulót, Európa egyik legnagyobb hadvezérét tisztelhetjük. A magyar hadtörténetben nem volt olyan eredményes katona, mint ő. Ezredesből nem sokára már, alig egy év múlva már a legmagasabb rangig jut el a magyar hadseregbe. A mai napig is tanítják az Egyesült Államok West Pointi Katonai Akadémián néhány csatáját, amit megvívott az osztrákokkal szemben. Akkor hagyj fejezem be a zárójelet, akkor miért mondják rá, hogy áruló? Hát nem fog ez jól esni annak, aki túlságosan szereti Kossuth Lajost, azért, mert a világosi fegyverletétel után, mert Kossuth odaadta és azt mondta Görgeinek, hogy odaadom a teljhatalmat, Görgei mondta, én át fogok adni, én meg fogom adni magunkat, mert nem akarok 16.827 embert megöletni. Annyi maradt neki összesen már. Azt mondta Kossuth, hogy beleegyezik, teljesen természetes, és Kossuth Lajos, miután átadta a teljhatalmat, ahol a haditanács tartott egy tanácsot, és ezen Görgei nem is vett részt. Ő kiment, hogy döntsék el, hogy megadjuk magunkat, vagy nem. Ezeket nem nagyon beszélték róla, mert az volt a legjobb, hogy miután két hét eltelt, Vidinben Kossuth Lajos írt egy levelet, amiben a legnagyobb árulónak Görgei Artúr tartja. És ezek után az is lett. Ma már nincs Magyarországon olyan valamire való történész, aki ezt el is hinné és mondaná. Azért kell nekem is elmondani. Csak úgy mellékesen megjegyzem, nem régen volt az évfordulója, az elmúlt évben halálának az évfordulója, hogyha valaki megnézi, akkor kiderül, hogy majdnem 100 évet élt. Görgei Artúr majdnem 100 évet. 60 évet élt száműzetésben és minden nélkül, miközben árulónak gondolják.
ehhez is nagy lelki erő kellett. És akkor térjünk vissza, és nézzük meg, hogy mi történik itt a szolnoki kerületben. Kérem, Mezőtúról is, meg Karcagról is, meg a többi helyről is mennek a nemzetőrök. Ugye lobogók gatyába, pitykés mellénybe, viszik magukkal a kaszát, kiegyenlisített, mert nincs nekik más. Görgei a katona, a szigorú katona, az miután végignézett a több száz ilyen emberen, akik félig be voltak rúgva, mert hát boldogok voltak, hogy jöhettek. Igen. Hát miért ne? Hát boldogok voltak, szinte nagy örömmel jöttek. Rájuk nézett Görgei, és azt mondta a segédtisztjének, hogy uraim, nem tudom, hogy hogy fogok ezekbe az emberekből katonát faragni, de kezdjük meg. Rámutatott az emberekre, menjenek haza. Néztek rá az emberre. Menjenek haza, öltözenek fel rendesen, legyenek józanok, és hozzanak magukkal fegyvert. Már legalább olyan fegyvert, amire tudnak bánni. Kérem, harmadnap megint megjelentek, de akkor már igazából rendbe hozták magukat, vállalták a nagyon kemény kiképzést, és így lett aztán nemzetőr hadsereg belőle. A nemzetőr hadsereg, a nemzetőr sereg, így is nevezhetnénk, az szakaszokból, századokból és zászlóajakból állt. A szakaszok vezetőit, a századok vezetőit a katonaság, tehát a nemzetőrség választotta. Aki ezen fölül volt, tehát őrnagyi rang, a százados még ők választották, az őrnagyi rangot pedig a miniszter, a hadügyminiszter Szemere Bertalan nevezte ki. És egy érdekes dolgot hadd mondjak, kérem, ami nagy írónk, Arany János, ugye Nagyszalontán született, és ugye ismerik a írásait is, gondolom én, ha nem, akkor most elmondanám. Arany János Nagyszalontán nemzetőr százados lett, mert annyira nagy volt a tekintélye. A jegyző úrnak, mert ő jegyző volt, annyira nagy volt a tekintélye, hogy századossá nevezték ki a társai. Kérem, a jó barátja, és ezt már mondhatnák is, hogy kicsoda, Petőfi Sándor, a jó barátja, miután megtudta, hogy Arany János nemzetőr százados, ezek után írt egy levelet Kossuth Lajosnak, hogy nevezze őt is ki nemzetőr századossá. Jellemző, Kossuth Lajos ezt a levelet elolvasta, és odaadta a titkárának, hogy tegyék el oda messzire, ő nem kíván ezzel a poétával foglalkozni. Ez is beletartozik a dologba, tehát ezt is tudni kell. Ettől függetlenül majd később Bem József maga mellé veszi adjutánsnak Petőfi Sándor, de hát ez egy másik téma. Ezeket a nemzetőröket pedig beosztották zászlóajakba, és bevetették őket a szerbek és a horvátok ellen, mert Jellasicsék akkor már kezdtek támadni. Igen ám, de egy ilyen bevetés az egy hónapba vagy két hónapba került. De addig tartott. Na most ez alatt az idő alatt ezek a parasztemberek, jobbágyok, jobbágygyerek, mert már kezdjük felszabadítani őket, de még sok helyen még eléggé kaotikus a helyzet, ezek az emberek elvetették a magot, az kikelt, hát le kellett volna aratni. Hát mit csináltak? Hát hazaszöktek. Hazaszöktek. Hát elegük volt belőle, hazaszöktek. Emiatt aztán Gróf Batthyány Lajos úgy gondolta, hogy meg kell szüntetni a vagyoni cenzust, azaz, hogy vagyon lehet, csak egy bizonyos vagyon után, az 200 forint után lehet csak nemzetőr valaki, most már lehetett mindenki nemzetőr, aki az akart lenni. Így még egy híres betyár is nemzetőr lett. Hát, ha valaki tudja, egy kis ember volt, képzeljék el. Olyan 160 centis ember volt. Ez a betyár. De nagy betyár volt a szószoros értelemben, hiszen bűnügyei miatt jópászor körözték és börtönbe rakták. Hát őt úgy hívták, akkor nem kéne beszélni, hogy legalábbis lassan, mert lassú beszélő volt, hogy Rózsa Sándor.
Bizony ő is elvitte a maga bandériumát a nemzetőrséghez, ahol egy idő után nem volt szívesen látott, mert ők nem szívesen fogadták el a törvényeket, nem szívesen vettek részt, és hát elég sok rendbontás fűződött a nevükhöz. Úgyhogy szabad csapattá váltak. A később a nemzetőrség beolvadta a honvédseregbe, és a honvédseregbe kaptak még ágyukat is, puskákat is kaptak, és ott vettek részt egészen a szabadságharc bukásáig. Akkor azonban őket megszüntették, 360-380 ezer emberről van szó, nem kicsi, még egyszer mondom, 360 ezer emberről van szó, akik egészen jó katonák lettek már a szabadságharc végére, még katonai egyenruhát is kaptak, és felszerelésük is volt. A bukás után megszűnt a nemzetőrség, és utána pedig 67-ben, a kiegyezés után pedig nem alakították újra. Ez a 48-49-es nemzetőrség története, és itt egy pillanatra hadd álljak meg, az előbbiekben azzal kezdtem, hogy a rajtam lévő Attila, ez a bocskai nevet viseli, ez volt a kezdeti időszakban, március 15-ök környékén a nemzetőrségnek a egyenruhája. De amint elmondottam, a jobbágyok, akiket akkor szabadítanak fel, a jobbágyok még a saját maguk ruháját viselték, tehát még volt nekik gatyájuk, ez a hosszú, bokáig érő alkalmatosság, ez a gatya, és itt egy pillanatra hadd álljak meg, kérem, amikor el szoktam mondani, mindig mosolyognak rajta, hogy gatyájuk volt. Hát nincs olyan nemzet a világon, akinek hasonló öltözéke van. De a skótok. Hát most is viselik. Nemzeti viseletük. Ha egy skót megnősül, bizony a skót szoknyát veszi fel. Bizony, bizony. Annyi különbséggel, hogy a magyar gatya, az leért bokáig, és középen be volt csingelve, azaz itt nem volt csingelve, a skótoké nincs. Nincs. És mégse férfiatlan. Ezt csak úgy érdekességnek mondom el. Ezek a sújtások a magyar nemzeti jelleget képviselték, amit később is megtartottak, és később is megcsináltak. Még egyel tartozom, hogy elmondjam, hogy gróf Batthyány Lajos, aki felelős magyar miniszterelnök volt, miután a támadások megtörténnek, és az osztrákokkal szembe kéne menni, nem volt összeegyeztethető az ő elgondolásával, és ezért lemond a miniszterelnökségről. Mégis október 6-án kivégzik. Méghozzá úgy, talán ez kicsit érdekesnek is tűnik, nincs benne a történetkönyvekben, ezt csak mellékesen megjegyzem. Érdekesnek tűnik, börtönbe vetik, és mivel arisztokrata, ez azt jelenti, hogy még a nemeseknek nemesebbike. Arisztokraták azok a grófok, a bárók közül nem mindenki, de a grófok azok, akik a király alatt vannak. Azok az arisztokraták. Rendkívül gazdag emberek. Na most képzeljék el, ezt az embert, aki teljesen ártatlan volt, halálra ítélteti Hajnau, és október 6-án úgy, mint lent Aradon, Pesten kivégzik. Az eredeti kivégzés akasztás lett volna. És talán itt meg fogják érteni, hogy október 6-án miért mondják azt, hogy kegyelemből golyó általi halálra ítélték, és a aradi 13-9 tagját pedig kötél általi halálra ítélték. És miért kegyelem az, hogy valakit golyóval agyonlőnek? Mert katonaként hal meg. Tisztességesen hal meg. Mert az akasztás a tisztességtelen emberek, a gyilkosok, bűnösöknek a kivégzése volt az akasztás. Egy nemest a magyar történetben mindig csak palossal lehetett levágni a fejét, vagy agyonlőni. De nem felakasztani. És kérem, gróf Batthyányit akasztásra ítélik. Ezért a felesége, nagyon kemény asszony, egy cipóba belesütött
egy kést, és bevitte. Rók Batthyány elvágta a nyakát, bebújta a katonai pokróc alá, de folyt a vér, így észrevették, bevarták, de már nem lehetett felakasztani, hanem ezek után csak agyon lehetett lőni. És ezek után, gyorsan befejezem ezt a részét, ezek után pedig, amikor kiadták a családnak a holttestet, akkor Gróf Batthyány Lajos édesanyja, nem a feleség, az édesanyja, a temetésen, ami nagy tüntetés volt, egy átkot mondott Ferenc Józsefre, gyorsan elmondom, talán ez is érdekes lenne, azt mondta, hogy sem a földön, sem a vízben, sem a levegőben soha senki, semmi se fogadja be a testét. Addig ne lejjen nyugodalmat, mi közüle a közvetlen hozzátartozói közül három ember halálnak halálával, és a rokonságából 13 ember halálnak halálával meg nem hal. Kérem, nem húzom az időt, az átok beteresült, családjából egymás után meghalt a gyereke, az egyik lánya, meghalt a fia, Rudolf, meghalt a másik hozzátartozója, és a habzugok közül pedig 13 halálnak halálával haltak meg. Ez azt jelenti, hogy például az egyik átugratott egy kerítésen a lóval, és leesett a lóról, és a kerítés, vaskerítés felálló lándzsájain lehet a haláját. Ez a halálnak halálával. Ez tehát a 48-49-es nemzetőrség története. Mi, ahogy mondottam, külső szükségszerűség, meg kellett csinálni, szembe kellett szállni, akik jönnek ellenünk, és bent rendet kellett tenni. 956-ban, október 23-án, ugye, mint ahogy hallották, és sokat beszéltünk róla, ebben a rendszerben, amit Rákosi rendszernek hívtunk, ami borzasztóan embertelen rendszer volt, a kommunizmusnak egy nagyon-nagyon nagy tanítványa volt Rákosi Mátyás, ebben a rendszerben október 23-án történik egy tüntetés, és ekkor az ország egyet dobbant, mármint a magyar nép, és úgy gondolja, hogy szembe fog szállni a Szovjetunióval, tehát az oroszokkal. Így tehát emlékeznek rá, Nagy Imrét megválasztják miniszterelnöknek, már meg is indul, hogy semleges lesz Buda, illetve Magyarország, és akkor már megkezdődnek a harcok Budapesten. Október 25-én, már a mostani országház előtt több mint 300 embert lőnek le, nem tudjuk, hogy az oroszok, nem tudjuk, hogy a kommunisták, csak sejtjük, hogy a mezőgazdasági minisztérium tetejéről géppuskázták le ezeket az embereket, akik nagy boldogan mentek oda ünnepelni a forradalmat, a demokráciát. Ezután pedig a tömeg fegyvert szerez, de már 23-án is van fegyverük, és ezek után pedig Budapesten nagyon sok helyen, nagyon sok embernek van fegyvere, akik a szovjetek ellen és a kommunisták ellen harcolnak. Megint mi történik? Külső ellenség, mi a külső ellenség? Szovjetunió. És a belső? Nincs rend az országban. Nincs rend. Ezért rendet kell tenni. Hiszen a harcok miatt van olyan is, én nekem annyiban volt szerencsém, hogy 14 éves voltam a harcok idején, és nagyon sok mindent láttam. Láttam olyat, amikor az ékszer üzletnek a kirakatát egy akna betörte, és ott voltak az ékszerek, illetve az órák, és senki nem lopott belőle semmit sem. Senki. Nem volt olyan, hogy valaki most kihasználja azt, hogy zabrálni fogok, és honnan fogom vinni. Egyfajta ilyen össznemzeti összeborulás volt, ahol mindenki úgy gondolta, hogy most már eljött a mi időnk. Igen ám, de közben a kommunisták, valamint az ő bérrendszerük, azok elég sokan még mindig megbújtak, és ellenük pedig létre kellett hozni egy ilyen rendőri szervezetet. Azt hiszem mindenki előtt világos, hogy nevezték ezt a szervezetet. Nemzetőrségnek nevezték,
méghozzá a 48-as nemzetőrségről veszik, nemzetőrségnek. Ez a nemzetőrség 5 napig áll fönt, 5 napig. 1100 sejtje volt Budapesten, 1100 sejtje volt, és 2600 emberről beszélünk, akik talán teljes egészében viseltek magunkkal jelvényt is, és igazolványt is. A jelvényük ugyanez volt, mint most a karomon, azaz piros-fehér-zöld, csak annyi különbséggel, hogy a gimnasztorkára tették a piros-fehér-zöldet, és a nyakukba bizony a híres tirtelen akartam kimondani, a Davai gitár lógott, ugye milyen érdekes, Davai azt jelenti oroszul, hogy gyerünk, a gitár az pedig a géppisztolyt jelentette, ez a dobtáros géppisztoly, a PPS géppisztoly volt, ez volt az ő jelvényük, illetve használták is. November 4-én hajnalban, egy ködös reggelen megindultak a szovjet tankok, a Európa történetének legnagyobb katonai csoportosulása indult meg Budapest ellen. Az oroszok sohasem hozták nyilvánosságra, hogy hányan haltak meg. Én láttam olyan tankokat, akik bementek a mellékutcába, képzeljük csak el, ezt még elmondom, még a kis csengettek, bementek a mellékutcába, mert a kis gyerekek, 12-13 éves gyerekek integettek nekik, és az orosz katonák pedig úgy gondolták, hogy az a legjobb szórakozás, ha utolérik a tankkal, és szétnyomják őket. Ilyen retesenek gondolom, amikor ez volt, erről keveset beszélnek. A tank bement a mellékutcába, ugye? Ott már nem tudta megfordítani a tornyát. Nem tudta? Ahhoz hátra kellett volna jönni. A 13-14 éves gyerekek föntről, a háztetőről, molotov koktélokkal szépen ledobálták a tankokat. Úgy égtek, mint a sír. Csak az volt a baj, hogy mi kevesen voltunk, nem állt mellénk senki, se Európában, sem a világon. Az oroszok még nagyon sokan voltak, és így november 4-én leverték. A nemzetőrség november 4-én megszűnt, és ez a nemzetőrség, amelynek képviselői itt ülnek, a gróf Batthyány Lajos Nemzetőrszövetség, ezt a két eszmeiséget viszi tovább a következőkben is, és erre tette fel az életét a hagyományőrzésért. Köszönöm figyelmüket!